Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kért vendégünk Jóját Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Start és Védelemtől. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát az a nagy helyzet, hogy amióta nem láttuk egymást, amióta beszélgettek a stúdióba tanult kollégáimmal, azóta nem tört ki még a világbéke. Mi történik? Mennyire befolyásolja a szankciók az orosz hadvezetést? Nekik is ez legalább annyira fáj, mint nekünk? Azt gondolom, hogy Oroszországnak a szankciók azok sokkal jobban fájnak, mint nekünk. Ezzel együtt nyilván a politikai és katonai vezetés döntéshozatalát azt gondolom, hogy nem befolyásolják a szankciók. Tehát az életbe léptetett szankciók azok jó eséllyel maradnak addig, amíg a Putyin rezsim hatalmon van. Tehát önmagában a kalkuluszt az ukrajnai háború ügyében azt gondolom, hogy a szankciós politika nem befolyásolja, de hát nem is ez a célja a szankciós politikának, hanem az, hogy hosszú távon gyengítsék meg az országot olyan mértékben, hogy ne tudjon többé ilyen katonai műveletre vállalkozni. Oroszország elkezdte a légi közlekedési eszközeit megcsonkítani, tehát alkatrészeket vesznek ki a még működőképes gépekből és szerelik át. Mennyire lehet ez még veszélyesebb Európának, illetve a légtérnek? Hát Európának semennyire, hiszen ugye a szankciós rezsim értelmében az orosz légitársaságok gépei ugye kitiltásra kerültek az Európai Unió légteréből, de nyilván az orosz belföldi légi közlekedésre, illetve azokba a desztinációkba, ahol még külföldre repülnek az orosz gépek, nyilvánvalóan azt gondolom, hogy veszélyesebb lesz az orosz légi közlekedés, hiszen nem férnek hozzá már ugye a szankciók bevezetése óta a nyugati szervizháttérhez, cserealkatrészekhez, és ezért van az, hogy gyakorlatilag kanibalizálják a saját gépeiket, illetve most már ugye a polgári gépekből tesznek át adott esetben olyan alkatrészeket, vagy mikrocsippeket a katonai felhasználású eszközökbe, amiben nyilván a saját légi közlekedésüket tovább gyengítik. Én nem nagyon ülnék orosz utasszállítógépre. Igen, az a komoly probléma, hogy amennyivel kevesebb barátja van most Oroszországnak, annyira, tehát a szankciók hatására, annyira több új barátja van Oroszországnak a harmadik világból, vagy például emeljük ki Iránt, akikkel a kapcsolataik egyre jobbak. Mennyire lehet ez veszélyes Európára, illetve a világra nézve? Hát igen, ugye azt fontos látni, hogy ez a nyugati szankciós politika, ugye Oroszország izolációja, ez egy teljes értelemben nyugati szankciós rezsim, tehát hogy az Egyesült Államok, Kanada, Európa, Ausztrália, tehát a kollektív nyugat, aki ennek részese, ezzel együtt ugye a globális dél, Kína, India, ők nem részesei ennek a szankciós rezsimnek, és nyilvánvalóan ugye próbálnak hasznot hozni ebből, ugye akár hogyha az orosz energiahordozókat nyomottáron meg tudják vásárolni, akár ugye a katonai együttműködés tekintetében. Ezzel együtt ugye nyilván a nyugati technológiát azt csak részben tudja Oroszország kiváltani más forrásokból, és például Kína esetében is azt látjuk, hogy Kína hát vonakodik attól, hogy átadjon olyan technológiát Oroszország részére, amiben esetleg megsérteni a nyugati szankciós rezsimet. Egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy az Egyesült Államok másodlagos szankciói azok adott esetben ugye kínai magánvállalatokat is sújtanának, és hát nyilván nem nehéz belátni azt, hogy mondjuk az Egyesült Államok a maga 350 milliós piacával, illetve az Európai Unió maga 500 milliós piacával azért sokkal komolyabb gazdasági hasznot remélhet ettől Kína, mint az egyre csökkenő 140 milliós orosz piactól. Tehát Kína nyilván nem saját maga ellenfele, nem fogja ezeket a szankciós rezsimeket valószínűleg kockáztatni annak érdekében, hogy segítsen Oroszországnak. De nyilván azok az országok, ahogy Irán például, akinek igazából nincs veszíteni valója, hiszen évtizedek óta ugye szankciós politika alatt él, ők igazából nyilvánvalóan segítenek Oroszországnak, amennyire a gazdasági érdekükben ez áll. Ugye
Itt drónok vásárlásáról van szó orosz részről, tehát Irántól vásárol felderítő, illetve olyan csapásmérő drónokat Oroszország, melyekből ugye nagyon korlátozott számmal áll rendelkezésre saját készletből, és Irán pedig ezért cserébe ugye azt reméli, hogy olyan orosz haditechnikai eszközöket fog neki Oroszország eladni, ugye vadászgépeket, például Su-30-as vadászgépeket, vagy fejlett légvédelmi eszközöket, melyeket eddig Oroszország vonakodott átadni Iránnak éppen amiatt, mert Iránnal szemben volt érvényben olyan nemzetközi szankciós rezsim, melyet Oroszország nem kívánt megsérteni. Tehát ilyen szempontból azok a felek, akiknek nyilvánvalóan nincs veszíteni valója, azok nyilván közelebb fognak kerülni egymáshoz, és ezt látjuk Irán és Oroszország vonatkozásában is. De például egyenes következménye az orosz-izraeli kapcsolatoknak az Iránnal való egyre nagyobb jólét, hisz a zsidó állam pilótái nyugati hírügynökségek szerint az iráni fegyverszállítmányokat időnként lebombázzák. Idáig ezt az orosz légelhárítás a maga módján tűrte, most viszont a helyzet egész más. Igen, hát ugye azt láthattuk, ha jól emlékszem, májusban volt erre precedens, hogy az orosz légvédelem Szíriában rálőtt az izraeli gépekre, ugye ez korábban nem fordult elő, most pedig, ha jól emlékszem, vasárnap hajtott végre ugye Izrael légicsapást iráni fegyverszállítmányokra egészen közel, ugye Oroszország tartuszi támaszpontjához, kikötőjéhez Szíriában, azt mondják szakértők, hogy mindössze 3 kilométerre mértek csapást az izraeli gépek. Ugye nyilván ettől a Szíriában elzárkóztak, hogy ennyire közel az orosz katonai infrastruktúrához, ennyire közel az orosz katonákhoz támadjanak szíriai célpontokat. Hát azt hiszem, hogy Izrael részéről ez egy jelzés, hogy nyilván nem nézik jó szemmel azt, hogy Oroszország és Irán szorosabbra fűzi a védelmi szektor tekintetében az együttműködést. Ezzel együtt nyilván azok a konfliktus elkerülési mechanizmusok, azok a forró vonalak, ugye Oroszország és Izrael között, azok továbbra is élnek. Tehát, ha jól emlékszem, itt is egyébként az izraeli fél a légi csapás előtt nem sokkal tájékoztatta az oroszokat arról, hogy itt a tartuszi bázis közelében fognak célpontokat támadni. Tehát eszkalációs szempontból azt gondolom, hogy nincs kiélezve a helyzet, de ezzel együtt nyilván jelzésértékű az, hogy Izrael most már ennyire közel az orosz katonai célpontokhoz támad olyan célpontokat, melyek a Hezbollahhoz vagy Iránhoz köthetőek. Igen, ám csak, hogy mindeközben Irán egyre nagyobb befolyás szerez például Libanonba, és beleszól a helyi választásokba, a Hizballába, és az iszlám dzsihádot is maximálisan támogatják. Hát igen, ugye én a Közel-Kelethez nem értek, én nem tudom, hogy ez mennyire új fejlemény, de azt gondolom, hogy a Hezbollah iráni viszony, illetve az, hogy Irán beavatkozik a libanoni választásokba, ez nem egy új fejlemény. Ezzel együtt nyilván azt gondolom, hogy nyilván az, hogy Oroszország ennyire közel kerül Iránhoz, az Izrael szempontjából, Izrael stratégiai érdekei szempontjából kedvezőtlen fejlemény. Az ENSZ biztonsági tanácsának az összehívását lehet, hogy azért nem hívják össze az orosz-ukrán eseményekkel kapcsolatban, mert ugye Oroszország is tagja a biztonsági tanácsnak, és a napnál világosabb, hogy ők ezt meg fogják vétózni. De milyen szankciókat tud még bevezetni a nyugat, illetve az Amerikai Egyesült Államok Oroszország ellen, ami nem jobban fáj Európának, illetve a világnak, mint az oroszoknak? Hát azt gondolom, hogy a gazdasági szakértők körében nagyjából konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy igazából nagyjából elértük azt, sőt már meg is haladtuk azt, hogy olyan szankciókat hozzunk Oroszországgal szemben, amik nekünk nem fájnak. De nyilván az energiahordozók, az olaj és a gázszektor tekintetében lehet még további szankciókkal sújtani Oroszországot, de azt nyilván nem tudjuk megtenni anélkül, hogy az jelentős veszteségekkel járna a nyugat számára. Azt gondolom, hogy amiben esetleg még lehet mozgástér, azok a különböző ritka földfémek, amikből ugye Oroszországnak szintén jelentős mennyiség áll rendelkezésre, de itt azt gondolom, hogy szintén olyan
kényes szektorokat érinthetne ez a szankciós rezsim, mint például a repülőipar, tehát azok a nagyon könnyű fémek, amiket Oroszországból szereznek be, az nyilván az egész globális légipari szektort kedvezőtlenül érinthetné. Azt gondolom, hogy nagyjából a nyugat elérte azt, amit itt a szankciókkal úgy lehet szankcionálni Oroszországot, hogy az jelentős veszteségekkel ne járjon magára a nyugatra nézve sem. De hát azért azt hangsúlyoznám, hogy itt az jelenlegi szankciós rezsim azért Oroszországnak sokkal-sokkal jobban fáj, mint a nyugatnak, sokkal jelentősebbek Oroszországnak a gazdasági veszteségei hosszú távon, pedig azzal, hogy nem fog hozzáférni a nyugati technológiához, nem csak a légi szektorban, nem csak a hadipari szektorban, de például ugye az energiakitermelés szempontjából, tehát a gáz és olajkitermelés szempontjából is, ez hosszú távon nagyon jelentős fájdalmat fog Oroszországnak okozni. Ugye a nagy kérdés nyilvánvalóan az, hogy a fájdalom küszöbe az hol húzódik Oroszországnak, illetve a nyugatnak, és ebből a szempontból nyilván itt azt gondolom, hogy van vitának helye, hiszen nyilván lehet, hogy a nyugat sokkal kisebb fájdalmat tud tolerálni, mint adott esetben Oroszország. Igen, csak nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország ugyan most lehetővé tette Ukrajnának, hogy az élelmezés, világ élelmezéshez hozzájáruljon részben, de későbbiekben ez nem biztosított, és ha a harmadik világ éhezni fog, akkor el fog indulni, és Európának, illetve a nyugati világnak ezekkel az éhező emberekkel nem lesz mit tennie, főleg ha elindulnak. Ez így van, és azt gondolom, hogy Oroszország egészen nyíltan zsarolja a világot gyakorlatilag ez a már létező élelmiszerválságnak a fokozásával, és valóban, tehát itt ugye a Törökország közvetítésével létrehozott megállapodás, ha jól emlékszem, ugye, tehát egy néhány hónapos, gyakorlatilag nem is nemzetközi jogi megállapodás, hanem egy politikai megállapodásról van szó, melyet ugye bizonyos idő elteltével újra és újra meg kell újítani, és ez egy nagyon azt, ha jól emlékszem, talán 120 napra kötötték ezt a megállapodást, de 120 napon ezt újra felül kell vizsgálni. Tehát azt gondolom, hogy amit Oroszországnak mondjuk nem áll érdekében ezt meghosszabbítani, akkor egész egyszerűen nem fogja, és ugye azt már az eddigiek során is láthattuk, hogy Oroszországnak azért sok eszköze van arra, hogy ezzel együtt akadályozza az élelmiszer kivitelt. Rögtön ugye a megállapodás megkötésének másnapján az odesszai kikötőre mértek csapást az oroszok. Ezzel együtt ugye ma is, ha jól emlékszem, két hajószállítmány indul majd útnak éppen Szíriába, de ezzel együtt ugye Oroszországnak azért van eszköze arra, hogy ezt az egyezményt, ezt kijátsza és hátráltassa ugye az élelmiszer szállítmányok kifutását az ukrán kikötőből. Krisztián, köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, pihenjél még egy kicsit, és hamarosan újra találkozunk. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, kellemes hétvégét. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Jójár Krisztián az NKA Nemzeti Közszolgálati Egyetemről volt stúdiónk vendége. Most előzetesek, és már is jön a következő vendégünk, Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettese. Tartsanak velünk!